Sziasztok! Szalóki Robert vagyok, és azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogy lehet az otthoni klímánkat irányítani jó bonyolultan. Szóval a probléma felvetés az az, hogy ez az augusztus, ez volt, nagyon-nagyon meleg volt, mindegyikön tudja, és azt szeretném volna, hogy legyen jó idő, hogyha hazudja. Tehát ez az, amit így nagyon-nagyon vártam arra, hogy augusztusban ez így legyen. Ennek az egyszerű megoldás az az, hogy van a klímánk otthon, és akkor van egy infravörös távirányítónk, és megnyomjuk rajta a gombot, és hideg lesz. Ez a basic setupunk. A bajok vele az az, hogy otthon kell lennünk, hogy bekapcsoljam, nyilván, hiszen ez egy infravörös, és túl egyszerű. Na, az igazi megoldás az az, hogy van egy mobiltelefonunk. A mobiltelefonunkon megnyomunk egy gombot, az szól valami felelő szolgáltatónak, aki szól a távirányítónak, aki bekapcsolja a klímát. Az már azért elég jó. Na, és akkor ez az igazi megoldáshoz, ez tartozik, ez a kis fekete kütyű, ez a Broadring RM Mini 3 nevezetű csoda dolog. Ez egy Wi-Fi-s és infravörös bridge. Meg lehet tanítani neki a klímának a kibekapcsolását, és van hozzá MDM csomag, hogyha esetleg írná hozzá valami kódot, és nem a borzasztó kínai szoftvert használnánk. Szóval, úgy néz ki akkor az igazi megoldásunk, hogy van a telefonunk, megnyomunk egy gombot, elmegy felhőszolgáltatóhoz, elmegy a routerünkhöz, elmegy a Node.js-hez, a Node.js szól az infrás távirányítónak, és az infrás távirányító bekapcsolja a klímát. Na, de hát ezzel is azért van probléma. Mi legyen az a felhőszolgáltató? Hát a felhőszolgáltató már AWS, Google, stb. Igazából mindegy, csak valami pupszú protokoll tudjon, mert hát azért az e-maillel mégiscsak kemény lenne irányítani a klímát. Ugye a cloudról tudjuk azt, hogy valaki más számítógépe. És ehelyett én nem ezeket a népszerű dolgokat választottam, hanem az én cloudomat. Ez az IPFS, legalábbis az IPFS-re épül. Az IPFS ez az Interplanetary File System, igazániból ez egy protokoll, még igaziban ez egy peer-to-peer objektum, tehát bárki indíthat egy módot, amik aztán így elkezdenek szinkronizálni egymás között, lehet rajta üzeneteket küldeni, nem utolsó sorban indulva, nem kell semmit se csinálni hozzá, nem kell regisztrálni. A setup az annyi, hogy letöltöd az IPFS démont, és elindítod. Jó, előtte van egy init is. Vagy npm install IPFS, aztán hajrá. Úgyhogy az igazi megoldásunk az valójában így néz ki. Szóval, van egy mobiltelefonunk, amiben fut egy böngésző, a böngészőben fut egy ilyen IPFS nód, ugyanis ezt megírták el a scriptbe is, ugye, hát az npm modul. Na, az az IPFS modul, az itt szól a világban valaki IPFS másik nódnak, hogy hát itt van ez az üzenet, ezt küldjétek már ennek és ennek. Azok bemennek a routeren, valójában nem mennek be, hanem a Node.js-hez tartozó IPFS nód kapcsolódik ez a Swarmhoz. Ehhez így. És azért Swarm, mert hogy az IPFS valójában BitTorrentre épül, és még arra rápakoltak egy csomó minden más, az megérne egy külön előadást. Na de, és akkor innen már ugyanaz, mint a régi B-nak is megoldásunk, hogy a Node.js-ünk az szól az infravörös távirányítónak, és az infravörös távirányító bekapcsolja a klímát. Megmutatom, hogy ez igazándiból hogy működik. Nem hoztam klímát, meg nem hoztam el az egész dolgot. Úgyhogy képzeljétek el, itt van a Node.js szerverünk. Hát, kell neki egy kis idő, de ha minden igaz, elmondja, hogy az IPFS nódunk az ezen a címen található meg. És két peer már rögtön hozzá is kapott. Közben azt láthattátok, hogy itt ez a két böngésző, ezek a Node Connected-re a Connected-ek lettek, és bekapcsoljuk a klímát. Alul látjuk azt, hogy megkapta a Node.js és azt, hogy kapcsoljuk a klímát, és bekapcsolja a klímát. Kb.
Kérdések? Valaki más számítógépe is csak így van a levegőben, tudok rajta a bitcoin bányászni? Nagyon jó kérdés. Nem. Nem tudsz rajta futtatni semmit se, tárolni. Viszont fájlokat tudsz rajta tárolni. Tehát, hogy a blockchaint azt oda tudod másolni neki. Vagy valahol. Nem okoz álmatlan éjszakákat neked, hogy így most mindenki tudja, hogy mikor van bekapcsolva a légkondinálat? Nagyon jó kérdés. Nos, hát ez egy kicsit így össze van ütve ez a cucc, és a titkosítást azt nekem kéne megoldani, még nem oldottam meg. De meg fogom oldani, hát, hogy vannak erre utaló dolgok, hogy itt el lehetne mondani egy titkot, amit a másik oldalon is tudunk. Legközelebb nem tervezem venni egy olyan klímát, amit lehet elmondani. Kolléganő, neki van egy wifi-s klímája, ami nem működik a wifi-s része, mert olyan borzasztó az alkalmazás hozzá. Szóval nem. Ez így teljesen jó. Nagyon picike az a tárgyányokkal. Más tüneteim is van. Mi az a jövő ilyes? JavaScript futató környezet, ami a UV és a V8-nak az összeállítását. Egy JavaScript futtató környezet, meg egy aszinkron file library. Mennyi idő alatt hoztad össze? Na, szóval ezt be kell vallanom, hogy a kis cucc az már megvan július óta, és tegnap írtam meg ezt a kódot. Gondolom, hogy hát elő kéne adni. De egyébként darabokban működik. Tehát, hogy ez így működik, és a klímát is tudja irányítani. Csak össze kéne párosítani. Szóval akkor még nem irányította a klímádat? Nem, hát október van. Most nem így néz ki a jövőségben. A blockchain-en gondolkodtam. Műtés, majd a hát ilyen forgatós termosztátunk van, úgyhogy az arra még valami motor kéne. Szervusz. Immerteres klíma. IPFS-ölök milyen jövőt vizionalizálsz? Nem régóta foglalkozom vele, de én úgy érzem, hogy nagyon eltalálták, hogy mit is kell csinálni. Tehát, hogy a Tim Berners-Lee-nek a szolidja, az igazából leírásnak sem szép, ők meg az IPFS-es srácok meg már így megoldották elég sok részét a decentralizált, a disztribútorban. Ha jól tudom, akkor az IPFS-nél azt kell, hogy valaki mások is úgy döntsék, hogy a te tartalmat, azt a kerek tárolni, ezeket a kis üzeneteket, ezeket gyakorlatilag voltálod a mobilodon, mint egy IPFS nód, és az a végső tárolója, vagy ezt mondom? Hát ezek csak üzenetek, tehát hogy ennyi. És egyébként igen, tehát hogy fut a mobilomon egy IPFS nód, de hogy szerintem ezt nem tárolja senki se, hanem így mindenki passzolgatja tovább, amíg el nem jut a szobába, ahol hallgatózik a szerver is. Utolsó kérdés? Nincs kérdés? Köszönöm szépen!